Elérkezett az idő az ukrajnai háború lezárására, mondta Volodymyr Zelenszky a G20-as országok éves csúcs találkozóján. A tárgyalások alapfeltétele viszont továbbra is az az ukrán elnök szerint, hogy az oroszok fejezzék be a harci cselekményeket Ukrajna területén. Nem adunk esélyt Oroszországnak arra, hogy kivárjon, újjáépítse az erőit, és utána a terror és a globális bizonytalanság újabb hullámát szabadítsa ránk. Azonnal meg kell állítanunk Oroszország pusztító háborúját, jelentette ki Zelenszky, aki továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az összes megszállt terület visszakerüljön Ukrajnához a háború lezárásával. Az ukrán elnök egy kemény kritikát is megfogalmazott a beszédében. Azt kell mondanom, hogy nem kaptunk támogatást a Nemzetközi Vörös Kereszttől. Úgy látjuk, hogy nem törekednek eléggé arra, hogy bejussanak az ukrán katonák és a politikai foglyok börtöneibe, vagy arra, hogy megtalálják a deportált ukránokat. Ez a passzivitás pedig lerombolja a korábban nagyra becsült Vörös Kereszt imázsát. Össze kell fognunk, hogy az összes hadifoglyot ki tudjuk cserélni, és ki tudjuk szabadítani az Oroszországba deportált gyerekeket és felnőtteket, mondta Zelenszky. Az ukrán elnök szerint az oroszok most a hidegből próbálnak meg fegyvert kovácsolni azzal, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát támadják.